Olyan, mintha ilyen NDK pornós bajszom lenne ebben a megvilágításban, mert hogy itt vagyok a birtokon, és csak a hősugárzó az egyetlen fényforrás. Hát igen, besötétedett odakint. 30-valahány videót csináltam IGTV-re a telefonommal, ezzel a 9-16-os képarányjal, amit ennyi tapasztalattal állíthatom, hogy egyszerűen nem lehet megszokni. Egyrészt azért, mert az emberi szem arra van ráállva, hogy vízszintes irányban és ne pedig függőleges irányban rendezze a teret, amikor lát valamit. Másrészt pedig értem én, hogy az Instagram azt próbálja azért tolni ezt a képarányt, mert hogy általában függőlegesen tartjuk a telefonunkat, viszont minden egyes vízszintes irányú mozgásnál az ember egyszerűen beleszédül, márpedig ezek a vízszintes irányú mozgások nagyon-nagyon gyakoriak, nem csak videófelvétel készítésnél, hanem a mindennapi életben is általában így nézünk körbe, és ez az, ami sokkal kevésbé gyakori. Szóval nem nagyon férnek bele a témák ebbe a képkivágásban, másrészt pedig szerintem követni is sokkal rosszabb ezeket, persze lehet, hogy oké, boomer vagyok, de én ezt egyszerűen nem tudom megszokni. Az tény, hogy egy hallatlanul nagy előnye a telefonnak, hogy mindig kéznél van, a OnePlus 7T ráadásul rendkívül jó képeket csinál, imádom a kameráját, nagyon-nagyon szeretek vele fényképezni és videókat is csinálni. Ráadásul vannak benne olyan szoftverek is, amelyel nagyon gyorsan meg lehet vágni a videót a telefonon belül, tehát nem kell előbb számítógépre átrakni, ami időnként elég macerás lehet. Ráadásul innen rögtön fel is tudom tölteni az IGTV-re. De valahogy ez mégsem az igazi, részben az előbb elmondott okokból. A kamerának, amit ott láttok a tükröződésben, annak szintén rengeteg előnye van, részben az, hogy arra találták ki, hogy képeket és videókat készítsen vele az ember, tehát egy profi célszerszámnak tekinthető a telefonnal szemben. Viszont mivel rengeteg beállítási lehetőség van rajta, egyszerűen nem tudok soha elmenni anélkül, hogy ne a manuális funkciókat használjam, és ezzel pedig rengeteg időt el lehet tökölni. A telefon ezzel szemben ezerszer jobb, mert bekapcsolom, és úgy veszem fel vele a dolgokat, ahogy van, aztán vágom is. A kamerával valahogy ezt egész idáig soha nem tudtam megtenni, mert valahogy mindig vonzanak ezek az extra beállítások, és nagyon nem mindegy, amikor videókat szeretnék csinálni, hogy 5 percen megy el egy jelenet felvételével, vagy mondjuk 35, és egy videó általában nem is egy jelenetből áll. Ma viszont kipróbáltam azt a munkafolyamatot, amikor teljesen automatára állítom a kamerámat. Tudom, hogy a legtöbb ember alapból ezt csinálja, viszont kíváncsi voltam, hogy tudok ehhez alkalmazkodni, hogy tudok úgy képeket komponálni, borzalmasan rosszul, viszont egy faültetés példáján ezt megmutatom nektek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz egyszerre fát ültetni, kesztyűt levenni, kamerát bekapcsolni, mikrofont bekapcsolni, beállítani az alapvető dolgokat, leállítani a kamerát, gyorsan összeföldezni a dolgokat, aztán az egész kezdődik újra előről. Tehát még az automata beállítással is eszméletlenül macerás volt a dolog, de azért jó, hogy ezt a témát választottam, mert így legalább látjátok, hogy halad előre a Birtok projekt. És mivel a jövőben szeretnék több olyan videót csinálni, amiben menet közben mutatom meg a dolgokat, ez a videó elsősorban most nekem gyakorlás, de remélem azért ti is találtok benne valami hasznosat. Na, vágjunk is bele! I've been running all my days, and all my troubles have found a better way. Hát nem mondom, hogy nem alakul a Birtok projekt, mert hogy egész szépen alakul. Ma például megjöttek a fák, 10-et el is ültettem, még nagyjából a fele hátra van. A nagy részük ilyen szabad gyökeres csemete, ami azt jelenti, hogy nem egy földlabdában érkezik, vagy konténerben, cserépben, hanem szabadon vannak a gyökerei. Ezt most csak nektek vettem ki megmutatni, egyébként folyamatosan takarni kell őket, amíg nincsenek beültetve, különben hamar kiszáradnának a gyökerei. Ami nyilván nem jó, mert ha kiszárad, akkor megdöglik, és tök fölöslegesen ülteti el az ember. Persze pont azért, mert szabadon vannak a gyökerek, ezért könnyen sérülnek is, úgyhogy célszerű ültetés előtt megnézni, és ahol látjátok, hogy sérült gyökér van, vagy beteg gyökér, azokat célszerű visszavágni. Meg időnként egyébként sem árt picit lecsippantani a gyökereknek a végét, ugyanis ez serkenti a növényt arra, hogy új gyökereket fejleszen, és hamar begyökeresedjen a talajba. A faiskolától kaptam ilyen kis pasztillákat, amit egyszerűen a gyökerek közé kell morzsolni,
Ez elvileg olyan gombákat tartalmaz, ami szimbionta gyökér kapcsolatokat képes kialakítani a csemetével, segíti a tápanyag felvételt, meg mindenféle egyéb hasonló funkciója lehet. Az viszont más kérdés, hogy ezek a gombák általában nagyon-nagyon specifikusan egy-egy fajhoz kapcsolódnak, tehát nem tudom, hogy mennyi szerepe van egy olyan pasztillának, amit lényegében minden gyümölcsfához ajánlanak, hát lehet, hogy többféle gombát is tartalmaznak, semmi nem volt a papírjára írva, ártani nem árt, úgyhogy használom. A bőséges beöntözés vagy beiszapolás nem csak azért fontos, hogy vízhez jusson a növény, hanem a talajrészecskéket is segít tömöríteni a gyökér környezetében, hogy ne maradjanak ott légbuborékok. A légbuborékok lenne a talajban, hogyha túl nagyok, akkor az biztos, hogy nem jó. Persze az se jó, hogyha egyáltalán nincs levegő a talajban, de azért ilyen nagy üregek lehetőleg ne legyenek a gyökerek környékén. A vízgazdálkodásban az is sokat segít, hogyha egy ilyen tányért alakítasz ki a fa törzse körül, mert hogy ebben össze tud gyűlni a víz, és minél több jut majd a gyökerekhez később, akár esőzések során is. Természetesen ez nem egy teljes körű fa ültetési tutoriál volt, csak szerettem volna mutatni nektek, hogy egyrészt halad a Birtok projekt, másrészt pedig, hogy fát ültetni egy fantasztikusan jó érzés, mert valahogy azt érzi az ember, hogy értéket teremt ilyenkor. Igen, nagyon sokat kell majd várni arra, hogy egy-egy gyümölcsfa termőre forduljon, de szerintem megéri. Az ültetés talán a legnehezebb az egészből, mert ki kell ásni a gödröt, el kell helyezni a fát, vissza kell hordani a földet, stb. Viszont egy fa életében ezt csak egyetlen egyszer kell megcsinálni, amit hogyha visszahoztunk arra több tíz évre, akkor szerintem simán megéri. Na jó, még rengeteg fán van hátra, úgyhogy el is köszönök tőletek. Sziasztok!